Sajnos sokan a mai fejlesztőt látok, aki csak úgy tud szervert készíteni, fejleszteni, hogy videókból táplálkozik és úgy próbálja meg összerakni és fejleszteni a szerverét. Viszont ezt ő is tudhatja, hogy ez egy bizonyos idő után nem lesz elég. Egy idő után problémákba fog ütközni, nem fogja érteni a dolgokat, és ha nem kap segítséget, fel fogja adni. Köszöntök mindenkit a mai videóban, én Kristóf vagyok, és most szeretnék néhány tippet, tanácsot adni a kezdő, valamint haladó szerverfejlesztőknek a meglátásaim és tapasztalataim alapján. Összeírtam 5 kategóriát, amiben belefoglaltam a tippjeimet és tanácsaimat. Lássuk ezeket a kategóriákat. Első. Tanulás. Ha valaki egy erőmű irányító termében akar ülni és üzemeltetni szeretné azt, annak tudnia kell a dolgokat, hogy mi hogy működik, mi mit csinál és mi mit vált ki. Képzeljük el hasonlóképpen egy szerver működtetését. Ott is kell tudnod, hogy például a server.cmg milyen szerepet tölt be, egy resource forrás kódját átírom x-ről y-ra, akkor mi történik, vagy ha lestoppolok egy resource-t, akkor az mit válthat ki. Szóval én azt javaslom mindenkinek, ha tényleg el akarja kezdeni a szerverfejlesztést, vagy már elkezdte, akkor ne csak videókból táplálkozzon, hogy hogyan rakjuk be ezt-azt, hanem amellett tanulja is meg, hogy értse egyáltalán, hogy mit csinál. Nyilván nem kell propi programozónak lenni, de legalább az alapdolgokat értse meg. Második. Türelem. Az életben sok mindenhez kell türelem. Szerverfejlesztés során se várd el, hogy egyből egy egyedi, teljesen kész szervered legyen. Magához a tanuláshoz is kell türelem, mert mire teljesen elsajátítod a fejlesztésnek az alapjait, addig eltelhet egy hónap is. És ez csak egy dolog. Ha még szeretnél megtanulni programozni, az is idő. Ha el szeretnél készíteni egy szervert, az is idő. Szóval, legyünk türelemmel. Legyünk türelemmel. Türelemmel. Harmadik. Készíts egy tervet. Mielőtt nekifognál és csak belevágnál a fejlesztésbe, előtte mindig készíts egy tervet. Ha lehet, ezt a tervet írd le, vagy rajzold le. Az nem elég, hogy csak a fejedbe tartod, mert azt elfelejteted. A tervben foglald bele, hogy mi lenne a fő content, a stílus, milyen rendszerek tárnának a játékosok elé, stb. Terv készítése közben több jó gondolatot születik, ezért is jó ezt elkészíteni. Negyedik. Légy egyedi, használd a saját fantáziádat. Sok szerver, legyen az RP vagy más, eléggé sablon szerver, ugyanis a néven kívül semmi nem egyedi benne. Csak ingyen letölthető resource-ok találhatók meg rajta, és nem működik sokkal másabbul, mint egy másik RP szerver, ami a játékosoknak monoton, és semmi újdonságot vagy sajátosságot nem mutat. Ezért fontos, hogy a szerverünket egyediséggel lássuk el. Itt gondolok egyedi dolgokra, mint például egy-egy rendszer a szerveren a saját tervünk szerint működjön, ne az ingyenes vagy néhány forintért megvehető script alapján, vagy például egy-egy HUD sajátos megformázásai csopat valamit a szerveren. Ezen kívül a mappolások, textúrák és autók is segíthetnek e téren. Az egyediség mindig csalogató az emberek felé. 5. Ne legyen zsúfolt és hanyag. Ha a játékosoknak maximális élményt szeretnénk biztosítani, és szeretnénk, hogy elismerjék munkánkat, akkor mindenképpen figyeljünk oda arra, hogy ne legyünk hanyagok és kerüljük a zsúfoltságot. Hanyagra azt értem, hogy ne legyünk jó van az úgy fejlesztés közben, mindenből amiből csak lehet, hozzuk ki a maximumot, mert akkor lesz minden a legjobb. Zsúfoltság pedig akkor van, ha valamiből sok van. Felesleges 100 mapolás a szerverre, ami az egész mapot átalakítja, felesleges 500 autó a szerverre, mert abból mag csak 100-at fognak megvenni. Ezek egyébként nem megfelelő erősségű szervergépek számára túlterelő lehet, és laggolni fognak a játékosok, illetve a szervergépet is kinyírjuk. Nos, ezek lettek volna úgy a fontosabb tippjeim, valamint tanácsaim. Ezeket a tapasztalatokat egyébként 2 év alatt gyűjtöttem össze, ezért is merem megosztani veletek. Viszont most ezzel elérkeztünk a videó végéhez. Én köszönöm mindenkinek, aki végignézte. Amennyiben hasznosnak találtátok és szeretnétek még hasonló videókat tőlem, nyomjatok a videóra egy lájkot, valamint ha érdekel a csatornám és szeretnétek még rajta tartalmakat látni, akkor iratkozzatok fel. A leírásban megtaláljátok a Discord meghívóm és a PayPal-os támogatási lehetőségem linkjét. Szeretnék mindenkinek további szép napot kívánni, és sziasztok!